Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy lineáris egyenletrendszereket hogyan lehet megoldani az egyenlő együtthatók módszerével. Az egyenlő együtthatók módszerének a lényege az, hogy valamelyik ismeretlennek megpróbálunk azonos, legfeljebb előjelben különböző együtthatókat előállítani mindkét egyenletben, és az így kapott két egyenletet vagy összeadjuk, vagy kivonjuk az előjelektől függően, és így egy olyan egyenletet kapunk, amiben a kiválasztott ismeretlen nem fog szerepelni, tehát egyetlen ismeretlen lesz benne. Az egyenlő együtthatók módszerének a lépései, hát ugye először is kiválasztunk egy ismeretlen. Ezután az egyes egyenleteket olyan nyilván nullától különböző számmal szorozzuk, hogy a kiválasztott ismeretlen együtthatói legfeljebb előjelben különbözzenek, ezután az előjelektől függően a kapott egyenleteket összeadjuk vagy kivonjuk, így egy olyan egyenletet kapunk, amelyben már csak egy ismeretlen szerepel, ezután ezt megoldjuk, és megoldjuk az egyenletet, kiszámítjuk a másik ismeretlent. Ezután ellenőrzünk. Azt, hogy ezt hogyan is kell megcsinálni, 5 példán keresztül szeretném megmutatni. Az első egyenletrendszerünk egy aránylag egyszerű egyenletrendszer. Jelen esetben nem nehéz észrevenni, hogy mind a kettőben egyetlen egy darab x szerepel, de mind a két egyenletben ugyanannyi. Ez azt jelenti, hogy ha a kiválasztott ismeretlenünk az x, akkor igazából túl sok mindent nem kell csinálnunk, hiszen nem kell megszoroznunk egyik egyenletet semmivel, a kiválasztott ismeretlennek megegyezik az együtthatója. Ebben az esetben megtehetjük azt, hogy az első egyenletből elvesszük a második egyenletet, tehát az első egyenletből elvesszük a második egyenletet, és igazából itt most azt csináljuk, hogy a bal oldalból elvesszük a bal oldalt, és a jobb oldalból meg elvesszük a jobb oldalt. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 2x-2y-ból elvesszük az x-3y-t, és a jobb oldalba jobb oldalt, nullából nullát. Ha felbontjuk az zárójelet, x-2y-x+3y egyenlő nullát fogunk kapni, és az x kiesik. Ugye az egyenlő együtthatók módszerének az a lényege, hogy úgy tüntetjük el az egyik ismeretlen, hogy ugyanaz az együttható szerepel mind a két egyenletben, azaz, ha ezeket kivonjuk egymásból, akkor pont azáltal, hogy ugyanannyi x van mind a kettőben, nyilván ez lehet y is, akkor ez az x ki fog esni. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy y egyenlő nulla. Hiszen összevontunk, és igazából ezzel már nem is kell nagyon csinálnunk semmit. Ugye, ha megvan az y, akkor sajnos itt most nincsen kifejezve, mint a behelyettesítő módszernél az x, ezért nincs más lehetőség, mint visszahelyettesíteni az eredeti egyenletrendszer egyik egyenletébe, például az elsőbe, x minusz kétszer nulla egyenlő nulla, azaz x egyenlő nulla, és mi megkaptuk az egyenletet.
egyenletlen szűkkép megoldását, ellenőrizzük, és ezzel készen is vagyunk. Ebben a második egyenletrendszerben már nincs ilyen egyszerű dolgunk, hiszen se az X-nek, se az Y-nak nem azonosak az együtthatói. Tekintsük például az X-et. Ahhoz, hogy az X-nek a két egyenletben azonos legyen az együtthatójuk, ahhoz meg kell keresnünk először is a jelenlegi együtthatók legkisebb közös többszörösét, ami a 6 lesz. Ahhoz, hogy mind a két egyenletben 6x legyen, az első egyenletet meg kell szoroznunk 3-mal, a másodikat pedig 2-vel. Az első egyenletünk úgy fog akkor a 3-mal való szorozás után kinézni, hogy 6x plusz 3y egyenlő 24, a második egyenletünk pedig 6x plusz 8y egyenlő 14. A kiválasztott ismeretlenünk, tehát az x-nek az együtthatói megegyeznek előjelben is, ezért a két egyenletet kivonjuk egymásból, például vonjuk ki az első egyenletből a második egyenletet. Ezt most le se írom még egyszer, annyi fog történni, hogy a 6x kiesik, és ugye mivel az elsőből veszem el a másodikat, ezért a 3y-ból vesszük el a 8y-t, az mínusz 5y lesz, és a jobb oldalon pedig a 24-ből a 14-et, tehát 10. Azaz, ha ezt elosztjuk mínusz 5-tel, y egyenlő mínusz 2 eredményt fogunk kapni. Megint csak nincs kifejezve az x-ünk, tehát kénytelenek vagyunk visszahelyettesíteni például az első egyenletbe, 2x plusz mínusz 2 egyenlő 8, azaz 2x egyenlő 10, ugye hozzáadunk 2-t, 10, x egyenlő 5. Ne felejtsük el ellenőrizni az egyenletrendszerünket. Nézzük meg, hogy ez az egyenletrendszer hogyan néz ki, illetve ennek az egyenletrendszernek a megoldása hogyan néz ki akkor, hogyha nem a x-et választjuk ki, hanem az y-t. Ugye abban az esetben, hogyha én itt ebben az egyenletrendszerben az y-t választom ki, akkor míg az első egyenletben az y-nak az együtthatója 1, a másodikban 4, ez azt jelenti, hogy az első egyenletet kell megszoroznom 4-jel, a másodikat viszont semmivel, így elérhetem, hogy a két egyenletben azonosak legyenek az együtthatók. Az első egyenletem úgy fog kinézni, 8x plusz 4y egyenlő 32, a második egyenletem pedig marad 3x plusz 4y egyenlő 7. Ezt a két egyenletet megint csak el kell vennem egymásból, hiszen az y-nak az előjele is megegyezik, most már nem csak a együtthatónak a nagysága, hanem az együttható előjele is megegyezik, ezért megint csak elveszem az első egyenletből a második egyenletet, és akkor azt fogom kapni, hogy az y-ok azok kiesnek, 5x egyenlő 25. Azaz, ha osztok 5-tel, x egyenlő 5. Ne felejtsük el, hogy az y-t is ki kell számítani, vagy számolni, az első egyenletbe visszahelyettesítve 2-szer 5 plusz y egyenlő 8, ha elveszünk, azt nem tudom, miért jöttem, mínusz 8-at, ha mindkét oldalból elveszünk 10-et, akkor y egyenlő mínusz 2. Ugyanazt az eredményt kapjuk. Nyilván tök mindegy, hogy melyik ismeretlent fejezzük ki, ugyanazt az eredményt kell, hogy kapjuk, ami lényeg, hogy az eredmények meghatározása után az eredeti egyenletrendszer mindkét egyenletébe való behelyettesítéssel ellenőriznünk kell. A következő egyenletrendszerünk hasonló az előzőhöz, ugye itt is észrevehetjük például, hogyha az x-et szeretnénk kiejteni, hogy igazából elegendő megszoroznunk a második egyenletet 2-vel, ugye az első egyenletet változatlanul 4x plusz 3y egyenlő 6, a második egyenletet pedig 2-vel szorozva írjuk le, 4x plusz 2y egyenlő 8, azonosak az előjelek, tehát ezt a két egyenletet ki kell vonnunk egymásból, mondjuk a másodikból az elsőt. Nyilván ki lehetne egyébként, vagy az elsőből a másodikat, ki lehetne vonni a másodikból is az elsőt, de ez így most nekem egyszerűbb. Akkor a 4x ki fog esni. A 3y-ból, ha elveszük a 2y-t, y-t kapunk, és ha a 6-ból elveszük a 8-at, akkor mínusz 2-t. Első egyenletbe visszahelyettesítve 4x plusz 3-szor mínusz 2 egyenlő 6. Ez azt jelenti, hogy 4x mínusz 6 egyenlő 6, hozzáállunk mindkét oldalhoz 6-ot, 4x egyenlő 12, osztjuk 4-jel, x egyenlő 3.
És ez azt jelenti, hogy megkaptuk az X-et is, megkaptuk az Y-t is, ellenőrizzük a megoldásunkat. Látszik, hogy a behelyettesítő módszernél egyszerűbben kapjuk meg gyakorlatilag az ismeretleneket, legalábbis az elsőt, jelen esetben az Y-t, de a második ismeretlennek a kiszámolása az egy kicsit bonyolultabb, hiszen nem csak egy helyettesítési értéket kell kiszámolnunk, hanem újfent meg kell oldanunk gyakorlatilag egy egyenletet. Nézzük a következő egyenletrendszert. Ebben az esetben most azt szeretném kiemelni, hogy itt az Y-nak különböző az előjel a két egyenletben. Az együtthatója az elsőben 3, a másodikban 6. Szorozzuk meg az első egyenletet 2-vel, akkor azt fogjuk kapni, hogy 14x-6y egyenlő 30, a második egyenlet pedig 5x+6y egyenlő 27. Mivel most az Y-nak különböző az előjele a két egyenletben, de most már az együttható nagysága az azonos, ezért, hogyha ezt a két egyenletet összeadjuk, akkor az Y ki fog esni. És a bal oldalon kapjuk azt, hogy 19x 57-tel egyenlő. Elosztjuk mindkét oldalt 19-szer, x egyenlő 3. Ezt visszahelyettesítjük az első egyenletbe, 7-szer 3-3y egyenlő 15, 21-3y egyenlő 15, elveszünk 21-et, mínusz 3y egyenlő mínusz 6, és hogyha ezt elosztjuk mínusz 3-mal, akkor y egyenlő 2. Megint csak megkaptuk a két változónknak az értékét, ellenőrizzük a kapott megoldást az eredeti egyenletrendszer mindkét egyenletébe való behelyettesítéssel. És a végére hagytam egy aránylag bonyolult egyenletrendszer. Itt nem csinálunk mást, mint az eddigiekben, annyi lesz a különbség, hogy egy picit más számokkal kell számolnunk, ugye, ha az x-et nézzük, akkor a 21-nek és a 4-nek kell meghatározni a legkisebb közös többszörösét, ha az y-t, akkor a 9-nek és az 5-nek, de itt is ugye azonosak az előjelek a mindkét változó esetében, tehát igazából majd a két egyenletet ki kell, hogy mondjuk egymásból. Hát nézzük az x-et, első egyenletet 4-jel, másodikat 21-jel szorozzuk, hiszen a 4 és a 21 relatív prímek, az első egyenlet lesz 84x-36y+12 egyenlő 0, a második egyenlet pedig 84x-105y egyenlő, hát 21-szer 17, az 357, csak nem egyenlő, hanem plusz 357 egyenlő 0. Mivel az x-eket szeretném kiejteni, megint csak elvesszük a két egyenletet egymásból, hiszen azonosak az előjelek. Ez azt jelenti, hogy a 84x kiesik, lesz 69y, mínusz 345 egyenlő 0. Nagyon figyeljünk az előjelekre, hiszen az y-nak a meghatározásánál ugye gyakorlatilag a mínusz 36y-ból vettük el a mínusz 105y-t, és ebből kifolyólag ez itt plusz lett, ezért lett ez 69y. Ugyanígy a második, tehát a számnál pedig a 12-ből vettük el a 357-et, tehát nagyon figyeljünk az előjelekre. Ezt az egyenletet, ha rendezzük, 69y egyenlő 345, y egyenlő 5-tel. Ha megvan az y-unk, akkor ezt visszahelyettesítjük például az első egyenletbe, 21x-9x5+3 egyenlő 0, 21x-42 egyenlő 0, hozzáadunk 42-t, 21x egyenlő 42, osztunk 21-el, tehát x egyenlő 2. Megkaptuk a két ismeretlenünket, ne felejtsük el ellenőrizni a kapott megoldásokat, mégpedig az eredeti egyenletrendszer mindkét egyenletébe való visszahelyettesítéssel. Köszönöm szépen a figyelmet!